A bonyhádi oktatási intézményekben is megkezdődött a pedagógusok és technikai munkatársak tesztelése november 23-án. A helyi Petőfi Sándor evangélikus általános iskolában szinte mindenki vállalta a vizsgálatot. Az itt elvégzett 80 teszt mindegyike negatív lett. Kovács Ferenc tagintézményvezető azt mondja, náluk szinte zökkenőmentesen zajlik a tanítás. Nálunk nem olyan kimagasló a hiányzási létszám. Jelenleg aktuálisan egy osztályunk van karanténban, ott egy pozitív fertőzött volt, egy diákunk, viszont az átlag hiányzási létszám az körülbelül ilyen 10%-ot se ír el jelenleg az iskolában, ami azt mondhatnám, hogy voltak durvább novemberek már, tehát ilyen szempontból nálunk nincsen probléma. A tagintézményvezető azt mondja, hogy szerinte annak köszönhetik ezt a jó eredményt, hogy maradéktalanul betartják és betartatják a védelmi előírásokat, valamint, hogy az általános iskolás gyerekeknek még nincs akkora szabadságuk, mint a középiskolásoknak, így ők tanítás után egyből hazamennek. Ebből adódóan nagyobb eséllyel kerülik el a fertőzést. Can you house out Gabriel, Martin? Okay. Yeah. Ich finde es gut, wenn ich keine Hausaufgabe machen muss. A Petőfi Sándor evangélikus gimnáziumban épp egy rendkívüli német óra zajlik. Az oktató házi karanténból magyaráz a tanteremben ülő osztálynak. Ebbe az intézménybe már csak két osztály jár, hiszen a 9. osztályba vagy az a feletti évfolyamokba járó diákokat online oktatásra kötelezte az operatív törzs. Itt kedden történt meg a tesztelés, hasonló a jó eredményekkel, mint az intézmény általános iskolájában. Közel 200 alkalmazott van, tehát úgy osztották meg, hogy hétfői napon az általános iskolában dolgozó kollégák, kedden pedig itt a gimnáziumban dolgozó kollégákat tesztelték. Nagy örömünkre szolgál, hogy egyik helyen sem mutattak ki pozitív eredményt. Az iskolaigazgató reméli, hogy ez továbbra is így marad, és hogy hamarosan az online oktatásban résztvevő diákjaikat is személyesen taníthatják majd.